Véradás az Arany János iskolában. Az akciót az Arabona Lions Club, a Győri Regionális Vérellátóközponttal és a Győr-Moson-Sopron megyei Vöröskereszttel közösen hirdette meg. Ez volt a 8. alkalom. Tudjuk, hogy egyre kevesebben adnak vért, egyre több a beteg ember, ebből kifolyólag kevesebb ember adhat vért az egészségi állapota miatt. Jó a kapcsolat az Arany János igazgatójával, igazgatónőjével, és ő 8. alkalommal biztosítja a tanári szobát arra, hogy a véradást itt lebonyolíthassuk. Schmidt József azt mondja, nem panaszkodhatnak, hiszen egy-egy ilyen véradáson csak nem 100-an nyújtják a kezüket. Tömöri Pongrác nem első alkalommal segít embertársain. Most láttam a papírt, hogy negyedszer adtam vért, tehát elég sok idő eltelik így a véradásaink között. Egyszer csak megláttam a hirdetést és jövök, tehát így igazából túl sokat nem gondolkodok rajta, hogy miért. A szervezők a kezdeményezéssel a Marcalvárosban élők figyelmét is szerették volna felhívni a véradás fontosságára. Lehetőség van arra, hogy a városrészek is különböző intézményekben, középiskolákban részt tudjanak venni véradáson, vagy pedig lehetőség van arra mindenki számára, hogy a regionális vérellátóba minden nap, amely a Magyar utca 8 szám alatt található reggel 7 és délután 15 óra 30 között bejöjjön és vért adjon, hiszen ezzel 3 ember életét tudja megmenteni. A segítségnyújtásnak ez a módja pedig még csak nem is korfüggő, így a fiatalok mellett az idősebbek jelentkezését is várják, tudtuk meg a rendezvényen.